A legtöbb étterem magas áremelést volt kénytelen végrehajtani. Ez látszott a karácsonyi menük árain is. Átlagosan 40-50%-ot emeltek, ám van olyan vendéglátóhely, ahol kétszer annyiba került a töltött káposzta és a halászlé, mint egy évvel ezelőtt. A karcagi Biohotel étterme szerencsésebb helyzetben van, mert ők a termőföldtől az asztalik politikát vállalnak. Tehát elsősorban saját minőségű termékek kerülnek a vendégek elé. Különösen nagy népszerűségnek örvend a töltött káposzta, melynek egyediségét az adja, hogy az elkészítéséhez felhasznált hús saját biogazdálkodásunkból származik. Az árak a tavalyi árakhoz képest töltött káposzta tekintetében körülbelül 10%-kal emelkedtek. Az elmúlt években egyre többen döntöttek úgy, hogy az évvégi főzést megspórolják, és inkább étteremből hozatják az ünnepi fogásokat. Ennek azonban ára van, eddig sem volt olcsó, de a szolgáltató szektort sújtó extra nehézségek, mint az energia, az alapanyag drágulás és a munkaerő hiány megsokszorozták a kiadásaikat, így kénytelenek voltak árat emelni. Az alapanyag árak emelkedésének, bár a hús esetében abban a szerencsés helyzetben vagyunk, ugye, hogy saját biogazdálkodásunkból származik, így amiatt nem kellett túl nagy emelést alkalmaznunk. Mindezek ellenére megduplázódott az éttermek forgalma az ünnepek alatt.